6 új játékossal a soraiban kezdte a meccset a Kisvárda, amely a 9. percben megszerezte a vezetést, Oltean átadása után Misics 28 méterről ballal lőtt kapura, és a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba. A gól után a Kisvárda uralta a játékot, de a 31. percben egyenlítettek a vendégek. Igaz, ehhez hazai segítség is kellett, Ízing adott haza, és a labda Molnár kapust meglepve a hálóban kötött ki. A második félidő elején ismét megszerezte a vezetést a Várda, Misics baloldali szabadrugása után Papucsek fejelt a mosonmagyaróvári kapuba. 9 perc múlva megduplázta előnyét a házigazda, egy baloldali támadás után Hely Viktor elé került a labda, aki egy igazítást követően a 16-os vonaláról a létszalá bombázott. A folytatásban magabiztosan őrizte előnyét Kondás Elemér együttese, a 90. perc végén is 3-1 volt az állás. A hosszabbításban viszont egy védelmi hibát kihasználva Bartos került helyzetbe és lőtt a kapu jobb oldalába, egy gólra faragva a hátrányt. És ezzel még nem volt vége, egy perccel később jobb oldali szabadrugáshoz jutott az Óvár, a beadást pedig a berobbanó Zsirai fejelte a kapuba, megfosztva ezzel 2 ponttól a Kisvárdát. Vezettünk simán, és akkor már felfedeztem a játékba egy-két olyan elemet, ami nem oda tartozik. Ugye kapusunk is megcsinálta a cselt, akkor már kicsit könnyelműbbek voltunk, viszont uraltuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki, még a ellenfél kapusának bravúrral kellett hárítani. Aztán pedig, ugye, amit mondtam is az előbb a sajtótájékoztatón, hogy nem adtuk a vérünket a védekezésért. Tehát amikor nem nincs nálunk a labda, akkor vissza kell szerezni, és nem úgy mentünk bele a labdaszerzésbe a második gól előtt, ahogy oda bele kellett volna menni, ahogy korábban belementünk. És akkor a miénk is volt a labda. Tehát nem úgy mentünk bele, tovább jött a labda, a középpályán is tovább jött, és aztán nagyon tiszta helyzetbe bekerült a játékos is, és tudott szépíteni a játékon. És ugye van hát egy fél perc, amikor érthetetlen módon, tehát ilyenkor el kell dugni a labdát, és belerúgjuk az ellenfélbe. És ott jöttek a sorozatos hibák, és abból ugye kiegyenlített az ellenfél, ami a futball törvényszerűség, hogy ilyenkor biztos, hogy megtalálja az ellenfelet a labda a kapu előtt. És meg is találta, és ki is tudtak egyenlíteni, úgyhogy nagyon szomorú vagyok, mert egy agyonnyert mérkőzést sikerült X-re hoznunk. A mosonmagyaróvári edző, a volt szövetségi kapitány Várhidi Péter szerint szerencsés kellett a pontszerzéshez, de tettek is azért, hogy ne vesztesen hagyják el a pályát. Soha nem szabad föladni, nem véletlenül cseréltem a 88. percbe. Én bíztam abba, hogy egy támadást be tudunk fejezni, és a végjáték ilyenkor mindig olyan, hogy akkor megzavarodik egy hazai csapat is, akár még akkor is a minőségben egy erős csapatról beszélünk. Hát ezek egyszer jönnek össze egy évbe általában. Sajnálom, hogy most kirúgtuk magunkat ebbe az évre, de remélhetőleg nem kell majd az utolsó pillanatig várni, és a csapat szépen egymás fokozatosan fog összeszokni. Rengeteg új játékosunk van, persze, hogy itt kicsit nehezebb. Én azt gondolom, hogy mi is keresgéljük még a saját magunkat azért, hogy 90 percen keresztül kiegyensúlyozottan tudjunk futballozni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy soha rosszabb meccset, mert izgalmas volt. Helyenként azt mondom, hogy az irom is megfelelő volt, bár a kispadon mindig másképp élni meg az ember, elfogultság is persze belőlem természetesen. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Gyirmót 1-1, Budafok Nyíregyháza Spartakus 0-2, Szolnok Dorog 2-2, Vác Soroksár 0-0, Cegléd Grosics Akadémia 1-2, Békés Csaba Kazincz Barcika 0-1, Csákvár MTK Budapest 1-2 és Siófok Sopron 1-0. A Kisvárda a következő fordulóban Győrben lép pályára.